Üdvözöllek a mai videóban, itt vagyok Mátraházán, a mátraházai edzőtábornak a konditermében, ahol olimpikonok és híres magyar nemzeti sportolók készülettek versenyeikre, hogy ez a terem igazi. Elképesztő erővel, elképesztő történelemmel rendelkezik, akármennyire is kis szimpla, de olyan erőt adott az edzéshez, hogy sikerült is túllendőnöm valami nagy dolgon. Engedd meg, hogy ma őszinte legyek veled, elértem a mai nap azt, amit eddig egyszer sem. Elértem a legmélyebb pontot az egész kihívás folyamán. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy felszerettem volna adni. Ma bejelentettem az üzlettársamnak, a Kerimnek, hogy feladom ezt a kihívást, mert egész egyszerűen annyira nehéz mentálisan, annyira sok energiát elvisz. Nagyon sokszor éjfélkor, egy órakor készítem a videókat utolsó pillanatban is. Egész egyszerűen akkora a mennyiség, hogy nap mint nap csinálni videót 9 hónapon keresztül, hogy nem sikerült eddig semmilyen stratégiát kidolgoznom rá, nem sikerült egy picit sem előre dolgoznom, ezért nagyon-nagyon nehéz pillanatokban is folytatnom kellett például akkor, amikor elhunyt az a szerettem, akiről 2 hónapja beszéltem. Vagy például azt nem is tudtam még megosztani veletek, hogy karácsony utáni másnapon a nagymamám agy infarktus kapott, és aznap is ugyanúgy videót készítettem. Egész egyszerűen annyira nem tudtam beszélni még arról a témáról. Nem voltam kész rá. Nagyon nehéz ez a napi videózás, azért nagyon nehéz, mert ha aznap történik valami elképesztően nehéz dolog, akkor nem biztos, hogy egyből be tudsz róla számolni. Szóval például erről eddig ezért nem beszéltem, és őszintén, minél őszintébben szeretném ezt az utat dokumentálni nektek, minél több értéket szeretnénk nektek létrehozni, de tényleg van olyan, amiről aznap nem tudok beszélni. Tehát erről például, hogy a nagymamámmal mi történt karácsony másnapján, arról nem azért nem beszéltem, mert féltettem előletek, hanem azért nem beszéltem, mert azt éreztem, hogy képtelen vagyok rá. Képtelen vagyok beszélni róla a kamera előtt. Úgyhogy most majdnem feladtam. Erre kezdtem egy olyan ponthoz, ahol azt mondtam, hogy kész, vége, ennyi feladom. És mielőtt ezt megtettem volna, és felvettem volna ezt a videót, még lejöttem edzeni. Sokszor szoktam arról beszélni, hogy az ügyfelek, akikkel elkezdek dolgozni, az elsődleges és alapvető dolog az, hogy elvárom mindenkitől, hogy minimum heti 3 alkalommal minimum edzen. Engem nem érdekel, hogy milyen testmozgásról beszélünk, milyen az intenzitás, engem csak és kizárólag az érdekel, hogy legalább 3-szor edzen. Azért, mert az agyad az nem arra van tervezve, hogy te előre menj, az agyad az nem arra van tervezve, hogy szembenézzen a kihívásokkal, az agyad az csak és kizárólag arra van tervezve, hogy túlélj, még egyszer mondom. Ez azt jelenti, hogy nem szeretne ezekben a kihívásokban téged továbbvinni, amelyek kényelmetlenek számodra. Viszont azért láthattunk a történelem során nagyon sok emberi olyan dolgokat hoztak létre emberek, például ez a terem is valószínűleg nagyon sok olyan olimpikont látott, akire mindenki más azt mondta, hogy ez képtelenség megcsinálni, senki más nem hitt bennük. Szóval egyfelől az agyad nem arra van tervezve, hogy te ilyen dolgokat létrehoz, másfelől viszont ugye a másik oldal ennek az, hogy hát emberek ezrei, százezrei bizonyítják azt, hogy igenis képes vagy bármire, ha elhatározod. Úgyhogy lejöttem ide, és megfogtam a legegyszerűbb dolgot, amit tehettem, az, hogy megpróbáltam a fejemből és ebből a mély állapotból megpróbáltam visszakerülni a testembe, ahol egész egyszerűen az igazság. Az igazság rejtőzik, ahol nincsenek határok, ahol nincsen gondolkozás, ahol azok a negatív gondolatok nem ellenem vannak. És ahogy ezt megtettem, úgy edzés közben egyszer csak észrevettem a tetoválásomat a karomon, nemrég készítettem Venice Beach-en. Erre a tetoválásra az van, hogy glad you stayed. Ez a mondat nekem azt jelenti, ugye örülök, hogy maradtál, ezt jelenti ez a mondat magyarra fordítva. És ebben nekem sok minden benne van ebből az előző évből, 2018-ból. És hogy ránéztem erre a tetoválásra, arra gondoltam, hogy csak és kizárólag még egyetlen egy napot keltsem ebből a kihívásból. Nem többet, egyetlen egy napot. És hogyha holnap is fel akarom adni, akkor nem fogok egyetlen büdös pillanatig sem gondolkodni, hanem fel fogom adni. Ha holnap, azaz pénteken fel szeretném adni, akkor véget ért a kihívás. De ma csak egyetlen egy napot megyek. Egyetlen egy napot, és meglátom, hogy holnap ugyanezekkel az érzelmekkel kelek-e fel. Ugye az elkövetkező, de 3 napban Warrior tábor lesz. Nem egyszerű egyébként a táborra teljes erővel megérkeznem és úgy összeszednem magam, hogy a részvevőket a legjobban szolgáljam.
holnap reggel a legjobb önmagamként fogok megjelenni, hogy ők a legnagyobb értéket kapják. Úgyhogy ezt szeretném, hogy elvidd magaddal ebből az egész beszédből. Hogyha nehéz, ha fájdalmas, ha úgy érzed, hogy nem megy, akkor csak még egyetlen egy nappal menj tovább. Egyetlen egy nappal menj tovább azon az úton, és utána, ha másnap is fel akarod adni, ha másnap úgy vagy vele, hogy itt a vége, akkor add fel. Most nem is mondom a végére, hogy 9 hónapon keresztül minden nap érkezem. Ma biztos, hogy itt voltam. Holnap meglátjuk. Sziasztok!